Nagy kupac fenyő a gyűjtőponton. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva január közepére az emberek nagy része már megszabadult a karácsonyfájától. Aki még esetleg nem szedte le a fenyőfát, szeretnénk kérni, hogy továbbra is díszek nélkül, karácsonyi dekorációk nélkül, karácsonyfatalpak nélkül, fényfűzerek nélkül legyen szíves hozzá le a kijelölt fenyőgyűjtőhelyeknek az egyikére. És ami még szintén nagyon fontos, felhívjuk a figyelmet, hogy kijelölt fenyőgyűjtőhelyekre csak a fenyőfákat várjuk, építési törmeléket, egyéb hulladékot megkérjük, hogy ne ide hozzák az emberek, hanem működnek a hulladékudvarok Győrben. Hiába a felhívás, még mindig sokan vannak, akik nem csupaszítják le teljesen a fenyőjüket, mielőtt kidobják azt. Nagy nehézséget okoz az, hogyha egy zöld hulladéknak számító fenyőfán vagy volt karácsonyfán idegen anyagok vannak, például műanyagok vagy csomagolóanyagok maradnak a környezetben, nem is beszélve a fényfűzérekről, műanyag karácsonyfa talpakról. Ezt néhány kollégáknak külön le kell szedni a fenyőfákról, mielőtt megtörténhet a komposztálás, és ez elég sok ráfordítást igényel munkában és energiában. Itt jól látható, hogy a fenyőágak már egy csomagolóanyag is keveredett. Ezek azok az idegen anyagok, amit nem tudunk a komposztálás során feldolgozni, illetve ezen a fán műanyag hulladékot látunk, ez szintén. Ez még az eredeti hálója, amiben hazavitték a karácsonyfát az ünnepek előtt, ez ide került a gyűjtőhelyre a fával együtt. Győr 94 gyűjtőpontjáról összesen körülbelül 35-40 ezer örökzöldet szállítanak el a Győrszón munkatársai. Ezt a nagy mennyiségű zöldanyagot összegyűjtették, és a Lékocsi komposztálóüvezembe szállítjuk, és amikor a komposztelőállítás elindul, a komposztelőállítás egyik alapanyagaként hasznosítjuk azt, mindegy 35-40 ezer karácsonyfát, így biztosítható az, hogy ez a nagy mennyiségű zöldanyagot a munkatársaink visszaforgassák a természet örök körforgásába. A gyűjtőpontokra január végéig lehet elvinni a karácsonyfákat.